Szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Természetesen köszöntöm azokat is, akik élőben az interneten néznek minket, Magyarországról, külföldről, a tengeren túlról, illetve azokat is, akik utólag felvételről néznek meg minket. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára sem. Nálunk itt a PPH-nál mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Takács Jácint vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi életet élnek, két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban, 1996-tól fordult a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő egy olyan tanító, aki példamutató kiegyensúlyozott életet él, olyan dolgokat tanít, amelyeket használ, megélt, és ezáltal hiteles ember számunkra. Tanításaival úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújtsd egyben. Vezetőnk több különleges médiumi képességekkel is rendelkezik. Rendeltetése vagy küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Megkérem vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad? Mi baj van a világ haladásával? Nem halad? És azon túlmenően, hogy nem halad? Irítség. Szeretet hiány. Közömbösség. Etikátlanság. És mi lesz, hogyha a világ ebbe az irányba halad tovább, szerintetek? Micsoda? Csőd. De ezzel most mit értesz? Jó, hogy az emberiség mond csődöt. Értem. De és akkor mi lesz, ha csődöt mondunk? Aha. Hát jó, de most nem az a lényeg, hogy mi miért vagyunk itt, hanem ugye az a lényeg, hogy milyen irányba halad az emberiség. Tehát, hogyha most megnézzük, akkor az emberek hogyan élnek. Tehát mit látsz, hogyan él a legtöbb ember? Tehát a legtöbb ember gyakorlatilag azt gondolja, hogy nem gondolkodnak, inkább azt gondolják, hogy hát az élet, amit élünk. Tehát igazából én mintha azt látnám, hogy az életben való felelősségük az embereknek az szinte a nullával egyenlő. Tehát úgy értsük a nullával egyenlőt, hogy gyakorlatilag úgy élik, mintha teljesen mindegy lenne. Tehát mintha semmi felelőssége nem lenne semmibe az embereknek. Egyébként én régen csináltam volt egy olyan programom, ahol lehetett
tesztelni ilyen embereket különböző tulajdonságokkal, 10 tulajdonsággal, többek közt olyan tulajdonságok, hogy milyen valakinek a kommunikációs képessége, vagy milyen a felelősség vállalása, stb. És ebből a 10 különböző dologból most így hirtelen nem tudom felsorolni, melyik az a 10, mert ez még a 90-es években volt. A legalacsonyabb szint az a felelősség szint volt. Tehát a 10 személyes tulajdonságból a legalacsonyabb a felelősség, vállalás képessége volt mindenkinél. Tehát mindenkinél kivétel nélkül. Tehát én azt látom, hogy az emberek úgymond teljes felelősség nélkül élik az életüket, mint hogyha hogy tök mindegy lenne bármi is. Tehát gyakorlatilag szinte teljesen mindegy az emberek számára, hogy hogyan élik le az életüket. Tehát minthogyha, mondom, teljesen mindegy lenne. Tehát hogyha, mit tudom én mondjuk, bűnözök, akkor bűnözök, ha, tehát ezen az ellen, ha etikus vagyok, akkor etikus vagyok, ha mit tudom, iszok, akkor iszok, ha dolgozok, akkor dolgozok, ha nem csinálok semmit, munkanélküliként leélem az életem, akkor leélem az életem. Ha, mit tudom én mondjuk, egész életemben rabszolgaként élem le az életemet, vagy szolgaként élem le az életemet, akkor az is jó. Tehát az egyik így, másik úgy, tehát mintha teljesen mindegy lenne, nem? Tessék? Igen, és azt mondják, hogy ez van, így van. Hát... Inkább az a gondom ezzel, hogy nem gondolkodnak el azon, hogy ebben az életben nincs semmilyen felelősség. Tehát nincs. Tehát bármit lehet felelősségvállalás nélkül csinálni. Tehát most mondok még példákat. Teljesen mindegy, hogy mennyit foglalkozik a gyerekével, hogy neveli föl. Tehát nem számít. Majd lesz valahogy. Nem? És akkor fölnőnek fiatalok, fölnőnek gyerekek, felnőttek lesznek, és az életükben nem boldogulnak. A szülő le se fütyüli azt, hogy most milyen felnőtt lesz abból a gyerekből, akit ő nevel. Tehát nem foglalkoznak. Például, mit tudom én, mondjuk, ha a tévét nézed, akkor láthatsz például olyan adásokat, hogy mit tudom én, nyugati csatorna, tehát nyugatról átvett csatorna, ahol mondjuk ilyen lakásfelújításokkal foglalkoznak, vagy házvásárlásokkal foglalkoznak, és ott nem látsz, tehát például nyugaton nem látsz olyat, hogy valaki kis lakást, vagy kis házat venne. Tehát mit tudom, hogy ketten élnek, vagy hárman, vagy négyen, mert mondjuk van két felnőtt, meg mondjuk egy-két gyerek, és akkor vesznek mondjuk 250-300 négyzetméteres házat. De ilyen mondjuk forintba átszámolva ilyen félmilliárdért. Érted? Tehát ilyen mondjuk 500 millió forintért. Vagy azzá újítják föl, hogy körülbelül ennyibe kerül. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mintha arról szólna minden, hogy tudom én most teljesen mindegy, hogy élünk, inkább azt lássák, hogy tehát az a lényeg, hogy mit látnak kifele az emberek. Tehát mit látnak rólunk az emberek. Tehát sok embernek mondjuk ez a lényeg, ez a fontos. Tehát nem az, hogy itt tudom én, jól érezzék magukat a bőrükben, meg nem az, hogy valami olyanon gondolkodnának, hogy valami olyat kéne tenni, ami mondjuk hasznos is lenne. Hát most kinek hasznos? Hát most gondoljunk végig. Hát most a legtöbb ember miért dolgozik? Tehát a legtöbb ember miért dolgozik? Na most akkor kérdezem, ti miért dolgoztok? A munkahelyen, ahol dolgoztok. Vagy ha már mondjuk nyugdíjas vagy, akkor miért dolgoztál 40 éven keresztül? Nem, mondjuk a pénzen kívül, de a pénz az csak egy eszköz, de... A pénzt az mire? Milyen célra használtad? Tehát mi volt a célja a munkádnak? A napi megélhetés, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag megéljen az ember egyik hónapról a másikra, nem?
És erről szól az élet. Ugye ezt nem gondoljátok komolyan. Tehát ezért kell évezredek óta élni az embernek, mert erről szól az élet. Tehát, hogy megtanulja azt, akkor ez erről szól az élet, nem? Hogy megtanulja azt, hogy túléljen, nem? Tehát, hogy mit tudom, eléljen 20 évet, vagy 30-at, vagy 40-et, vagy esetleg 80-at, vagy 90-et. Tehát lehetőleg minél hosszabban éljen, bár sok embernek még ez se cél, hogy minél hosszabban éljen. És akkor mindent azért csinál, hogy az évek elteljenek, nem? Tehát, hogy minél több év elteljen. Nem? Na most ez az élet értelme? Ugye nem gondoljátok komolyan. Tehát, de hát mégis így élnek az emberek, nem? Nem? Hogy egyik hónapról a másikra gyakorlatilag a túlélésüket segítő dolgokat csinálnak, a slussz, nem? Tehát most mit tudom én, ha valaki vesz mondjuk egy 300 négyzetméteres házat, akkor neki, ő azt gondolja, azért kell neki ilyen, mert ez szolgálja a túlélését. Tehát semmi célja nincs ezzel, érted? Tehát nem azért van mondjuk egy 300 négyzetméteres háza, hogy abból legyen mondjuk egy 150 négyzetméteres terme, ahol mondjuk előadásokat tart az emberek számára, ahol mondjuk képzéseket csinál. Nem ezért, mert eszébe sem jut. Hanem csak azért, hogy tudja mutogatni, hogy hú, hát és ha megkérdezik tőlük ugye a riporterek, hogy hát minek ekkora ház? Mert azt mondja, hogy milyen jó lesz, ha jönnek a barátok, akkor hogy fognak csodálkozni, hogy neki mekkora háza van. És akkor a barát milyen sűrűn jön? Minden nap jön, mit tudom én, egy 50 fős társaság, mert egy ekkora házban még az is elfér. Hát nem hiszem. Hát és gondoljátok végig. Tehát emberek pénzt keresnek, és akkor mit csinálnak a pénzzel? Hát gyakorlatilag felélik, szó szerint. Tehát elkölti élelmiszerre. Hát a túlélés része az, hogy ne fagyjál meg, ugye fűtesz, mit tudom én, szórakozásból van telefonod, meg, mert a legtöbb embernek szórakozásból van. Mert üzleti célra használja? Nem. Tehát szórakozásra van. Akkor szórakozásból van neki, mit tudom én, tévéje, nem? Szórakozásból van neki számítógépe, mert úgy gondolja, hogy a túlélést szolgálja, hogy ő szórakozzon, nem? Tehát mit tudom én, nem bálba megy, hanem facebookozik. Nem? Nem elmegy táncolni mondjuk egy társasággal, hanem mondjuk nézi a tévét, vagy facebookozik. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ezek az eszközök is, amivel az emberek rendelkeznek, ez gyakorlatilag a túlélésüket szolgáló, ilyen szórakoztató eszközök. Mert a legtöbb ember, ha most gondoljátok végig, mint tudom, azt mondanád egy fiatalnak, mondjuk egy 15 évesnek, hogy mit tudom én, 30 évvel ezelőtt még azt se tudtuk mi az, hogy mobiltelefon, és telefon is Magyarországon ugye csak a kiváltságosoknak volt, mondjuk 30 évvel ezelőtt, tehát hogyha valaki elutazott, akkor nem lehetett utolérni, csak úgy telefonon keresztül, és valahogy mégis túléltünk. És mégse haltunk bele, hogy nem értünk utol egymást, nem? Nem így volt? Senki nem halt bele, hogy nem tudta fölhívni a, mit tudom én, a gyerekét, hogy éppen merre jár, vagy a szüleit, hogy éppen mi van velük. Nem? És senki nem halt bele. És most meg sok ember el se tudná képzelni, hogy ő mondjuk ne hívja föl a hozzátartozóját, ha már egy órára vagy két órára elment otthonról. Nem? Tehát gyakorlatilag használunk olyan eszközöket, ami a múltban nem volt, és mégis az emberek túléltek, nem? Hát most gondoljátok bele, tévé se volt hány ezer éven keresztül, mégis az emberek túléltek, nem? Számítógép se volt, mégis túléltek. Nem? Rádió se volt, mégis túléltek. Autó se volt, mégis túléltek. Tehát gyakorlatilag most azért vannak ezek az eszközök, mert azt gondolják, hogy ez a túlélés szolgáló eszköz. De hát hogyha nem voltak ezek az eszközök, és mégis túléltek, akkor ez nem a túlélés szolgáló eszköz, nem? Hát túlélés szolgáló eszköz ugye az élelmiszered, nem?
de az se annyi, hogy kidobod a felét, a ruha, így van, de az se annyi, hogy roskadozik a szekrény, vagy nagyobb házat kell venni, meg több bútort, hogy beférjen a sok ruha, nem? Akkor a ház a fedél a feje felett, hogy az ember ne fázzon, de hát ugye megnézzük, hogy régen mekkora házakban lakott a tömeg, most meg a legtöbb ember mekkora házban lakik, még Magyarországon csak növekednek a házméretek, nem tudom, figyelitek-e. Nyugaton már régen nagyméretűek a házak meg a lakások. Mit tudom én, Marian szereti nézni az ilyen építkezéseket, és akkor mit tudom én, most valaki épített egy 270 négyzetméteres házat, úgyhogy 4 méteres belmagassággal. És akkor benne volt neki 400 millió forintjába, érted? Átszámítva. Minek? Minek egy házban 4 méteres belmagasság? Vagy egy lakásba? Házba? Persze. Na most, de nem is ez a lényeg, érted? Tehát az emberek azt gondolják, hogy ő azzal, hogy mit tudom én mondjuk megépítette, én már mondom, Marian szeret ilyeneket nézni, és ezért néha én is ugye belenézek, ha arra járok. Hát olyan volt, hogy volt, aki nem élte meg a házának a felépítését. Érted? Mert belehalt, de nem a nők. Nem a nők szoktak belehalni ebben, hanem a férfiak. Tehát több olyat láttam, hogy a férfi nem élte meg a házak a felépítését. Mert addigra belehalt. Tehát nem tudta teljesíteni a felesége igényét. Na most ezért élünk. Tehát ez ilyen elmebetegség, ha jobban végig gondoljuk. Hát de szó szerint elmebetegség. Tehát régen éltek kis házakba, nem dobáltak ki az élelmiszernek a felét, amit megvettek, nem? Akkor nem volt mindenféle technikai eszközük, és mégis túléltek. Most meg azt gondolják az emberek, hogy azért kellenek ezek, mert ez a túlélést segítő dolog. De nem túlélést segítő dolog. Hanem ezt tudod mi? Elérték az embereknél, hogy manipulálják az agyukat, hogy vágyjanak dolgokra, érted? A vágyukon keresztül elérték az embereknél, hogy többre vágyjanak, mint ami a szükségletük. Ha jobban megnézed, a szükségleted az épp annyi, hogy élelmiszerből például, hogy ne hagyj éhen, annyi a szükséglet. Ami ennél több, az már nem szükséglet. Nem? Na most, ha megnézed, italban mennyi a szükségleted? Italban mondjuk 2 liter víz napi szinten. Slussz. Tehát nincs szükséged mondjuk Bloody Maryre, vagy sörre, vagy borra, mert az már nem szükséglet. Világos ez? Vagy nincs szükséged pálinkára, vagy konyakra, vagy viszkire, az nem szükséglet. Nem? Vagy nézzük meg, ruhára mennyi van szükség? Hát mondjuk általában ezt úgy hívják, hogy egyváltás ruha. Nem? Hogy két ruhát váltasz, mert míg az egyiket hordod, a másikat mosod. Nem megszárítod, vagy max. 3 váltás ruha, nem? És a többi, az szükséglet? Az nem. Cipőnél ugyanez a helyzet, nem? Cipőnél 1-2 pár cipő, nem? A többi az nem szükséglet. Háznál mennyi a szükséglet? Mondjuk, ha ketten laknak együtt, akkor egy szoba, nem? Ha számítanak vendégekre, akkor még egy. Nem? Plusz konyha, ahol főznek. Nem? Mondjuk egy spejzat tárolásra, egy fürdőszoba. Ezek szükségletek. Meg esetleg egy kis előszoba, onnan ezek szétnyílnak, nem? És a többi az mi? De ez nem szükséglet. De elérik az embereknél a vágyukon keresztül, tehát a vágyaidon lehet, a vágyaidon keresztül lehet téged manipulálni minden embert. Ha a vágyaidat kikapcsolnád, akkor körülbelül fele jövedelemből kijönnél havi szinten. Ha fognád és azt mondanád, jó, innentől kezdve vágy lekapcsol.
fele jövedelemből kijönne, és fele megmaradna. Világos ez? Tehát szépen elérik, na most a vágyak, azok az emberekben érdekes mód régen rejtve voltak. Tehát nem voltak bennük vágyak. A vágyakat kihozták az emberekből. És elsősorban tudod, kik vágyodnak? Nők. Nem a férfiak. Elsősorban a nők vágyodnak, meg vágyakoznak. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy például a szerelem az mihez kapcsolódik. Egy az egyben a vágyakhoz. Azért a szerelem nem örök. Mert általában a vágy úgy működik, hogy amikor megkaptad a vágyott dolgot, vagy vágyott szemét, akkor ugye egy darabig még örülsz neki, és utána szépen ellaposodik az a dolog. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a szerelem örök, vagy hogy én örökké szerelmes vagyok, akkor az hazudik. Tehát a szerelem az nem örök, a szeretet örök. Tehát a szerelem az teljes egészében a vágyakhoz kapcsolódik. És egy vágy úgy működik, hogy a vágy ki van elégítve, akkor onnantól kezdve ahhoz kapcsolódó vágy már nincs. Ezért kell újabb vágyakozás valami iránt, vagy valaki iránt. Ha azt mondjuk szerelemnek nevezzük most ebben az esetben. Tehát szépen a vágyakon keresztül elérték az embereknél, hogy egyszerűen elköltsék azt, amiért dolgoznak, illetve a vágyaikért dolgozzanak. Tehát a vágyaik kielégítésért. És az emberek most azt gondolják, hogy az élet arról szól, hogy a vágyaikat kielégítse a saját életük. És azért dolgoznak, hogy a vágyaikat kielégítsék. Ezt ha lecsontozzuk, ez most erről szól. És ha jobban megnézitek, erről szól az embereknél. Tehát ők azért dolgoznak, hogy a vágyaikat kielégítsék. Senki nem a szükségleteért dolgozik. Senki. Oké? Tudod, ki dolgozik a szükségleteért? A koldus. A koldus az a szükségleteért dolgozik. Slussz. Tehát aki már elmegy alkalmazottnak, már szinte senki nem a szükségleteért dolgozik, hanem beindulnak a vágyak. Tudod miért? Mert elég, hogy van egy, mit tudom én, mondjuk van egy 10 ember, és akkor mondjuk legyen egy, aki elkezd vágyakozni, és legyen annak az egynek több, azért mert vágyakozik. És akkor az egy bolond százat csinál, elv alapján elkezd a többi is ugyanúgy működni. Tehát elég, ha egy elkezd vágyakozni, egy bármilyen jellegű közösségben. És a többi megy utána, mint a birka. Szó szerint. Oké? És azért, mert annak több lesz, akkor a többi is többet akar. És akkor leélik úgy az emberek az életüket, hogy a vágyai kielégítésével töltik el az életüket. Az egész élet arról szól, hogy a vágyai kielégüljenek. Most mondok példát, mit tudom én, valaki már idős korban van, és tételezzük fel, már alacsonyak az energia szintjei, mert már rossz állapotban van, tehát akár beteges, stb. Rossz állapotú az illető, de mondjuk akarsz vele beszélni, mikor a sorozata megy, akkor nem tudsz, mert hagyjad most békén, mert ő most a sorozatát akarja nézni. Érted? Mert neki az a következő napi vágya, hogy megnézd a sorozatát. Nem tudom, érted-e? Na most gondold végig, hogy az emberek a vágyaikért élnek, tehát gyakorlatilag elhitették az emberekkel, hogy az életük a vágyról szól, a vágyak teljesítéséről szól. Ezzel csak tudod, mi a baj? Hogy nem minden vágyadat tudod kielégíteni. És tudod, mi a baj? Hogy amikor még a vágyadat nem kaptad meg, akkor rosszul érzed magad. Tehát a vágyakozás az nem felvisz hangulatba, hanem levisz. Érted?
Tehát akkor hoz föl a vágyakozás, amikor a vágyad tárgyát megkaptad. De amikor nem kaptad meg, hát ez olyan, mint mikor valaki, gondold végig, vágyakozik egy ellenkező neműre, mert szerelmes bele. És milyen rosszul érzi magát, amikor nincsenek együtt? Világos ez? És ez mindennel így van. Valamire vágysz, és nem kapod meg, addig nem érzel jól magad. És az egész emberiséget erre rávitték, az a része, ami még nem így működik, mert van ilyen, amelyik még nem így működik, arra próbálják rávinni erre, hogy így működjenek. Hogy a vágy az élet célja, nem. Tudod mi? A vágy az élet megrontója. A vágyakozás az élet megrontója. Tehát például, mikor mondjuk egy személy valahogy eléri azt, hogy ő rászokjon mondjuk valami szenvedélyre. Mondjuk alkohol szenvedély. Rászokik az alkoholra. És ha nem jut hozzá az alkoholhoz, akkor elkezd hirtelen rosszul érezni magát. Ha ő nem tud minden nap alkoholt inni, ugye az alkoholistának minden nap alkoholt kell innie, akkor rosszul érzi magát. Tehát gyakorlatilag ő vágyakozik az alkoholra. Érted? És ha nem jut hozzá, rosszul érzi magát. És akkor érzi normális állapotban magát, hogyha ihat. És ez minden szenvedélyre igaz. Minden szenvedélyre. És ha te bármire vágysz az életedben, akkor te szenvedélyt követsz. Akkor valamilyen szenvedély van jelen az életedben. Na most a vágyakhoz nem kell semmilyen ész. Semmilyen agytevékenység nem kell hozzá, semmi. Tehát semmi. Simán az ösztönünkre rá lehet építeni a vágyakozást. Simán az ösztönünkre. Egy az egyben. Egy picit fordítok ezen, ha lehet. Jó. Tehát simán ráépítenek az ösztönünkre, ami annyit jelent, hogy mondom, semmilyen gondolkodás nem kell hozzá, de semmi az ég adta világon. Ahhoz kell gondolkodás, hogy mondjuk kitűzz egy célt, elterveszd, hogy hogy jutsz a célhoz, és végigcsináld. Na, ehhez kell rész. Tehát még egyszer, kitűzz egy célt, elterveszd, hogy hogy jutsz a célig, és utána el is juts a célig. Na, ehhez kell. A vágyakozáshoz nem kell. Most mondok példát a vágyakozásra, jó? Mit tudom én, mondjuk vágyakozik az ember mondjuk egy szép autóra, mert már a szomszéd vett egy szép autót. Ezért ugye annak is kell, aki éppen meglátta, hogy a szomszéd milyen szép autót vett. Hát nekünk is le kéne cserélni már az autónkat. És akkor elkezdenek vágyni egy szép autóra, ki is nézik azt a szép autót. És akkor elkezdenek, ugye dolgoznak, de hát látják, hogy hát soha nem fogunk összerakni annyi pénzt, hogy legyen egy olyan szép autó, mint a szomszédnak. Ezért fölvesznek hitelt. És akkor elkezd örülni, hogy milyen jó, milyen hamar beteljesült a vágyunk. Érted? Aha. Csak arra nem gondol, hogy milyen kínszenvedés lesz kifizetni. Oké? Tehát, ha végignézed, még egyszer mondom, egy olyan világban élünk, ahol szépen még azokat a társadalmakat is próbálják rávenni arra, hogy a vágyaikért éljenek, ahol ez nem így van. Mert ez régen nem így volt. A 1900-as évek első, tehát második évtizedében, tehát a 1920-as években kezdték el kialakítani az emberekben a vágyakozást. Mert ez, csak hogy lássátok, hogy hogy működött ez úgy működött, hogy befejeződött az első világháború, és ugye az USA-ban, ugye amikor az USA
beszállt az első világháborúba, akkor gyorsan, tehát még előtte, mielőtt beszállt volna a világháborúba, ugye hát segítette a harcoló feleket. És ezért technikailag elkezdte fejleszteni saját magát. És utána, amikor beszállt az első világháborúba, akkor már kellően technikailag fölfejlesztette magát, és ugye nagy üzemben tudták gyártani a fegyvereket. Ugye a harcoló feleknek, meg most már saját maguknak is. És amikor befejeződött az első világháború, akkor a fegyvergyártás, tehát azok a cégek, amelyik a háborút szolgálták, azok gyakorlatilag ott voltak munkanélkül. És akkor elkezdett gondolkodni az amerikai kormány azon, hogy hát hogy lehetne kihasználni azokat a gyárakat. Mert hát már nem kell fegyver. És akkor kitalálták azt, hogy hát mi lenne, hogyha abból termékeket a lakosság számára kezdenénk el gyártani, mert ugye ezek a gyárak képesek arra, hogy termékeket gyártsanak. És akkor bevontak olyan embereket, akik ismerték az emberek gondolkodását. És hát miért? Mert ilyen pszichológiai, tehát mai értelemben ilyen pszichológiai tanulmányokat végeztek. Ebben élejáró Sigmund Freud volt, ez gondolom senkinek nem új ez a név. És annak az unokat öccse is szintén olyan dolgokkal foglalkozott, mint Freud, és hát ő volt bevonták, mint kormánytanácsadó, hogy hogyan lehet az embereket manipulálni. És az illető, ez a Sigmund Freudnak az unoka öccse tanácsára elkezdték úgy manipulálni az embereket, hogy az emberek elkezdjenek vásárolni. És elsősorban a nőkkel kezdték. Mert kezdetben a férfiaknál nem találták ki, hogy mivel lehet őket manipulálni. Az később rájöttek, hogy a műszaki dolgokkal lehet a férfiakat manipulálni. De nem sok kellett, egy 10 éven belül arra is rájöttek, hogy a férfiakat a műszaki dolgokkal lehet manipulálni, és a férfiaknak először az autókat kezdték el eladni, mert a férfi, hogy vágyat érinteni, vagy vágyat gerjeszteni a férfiakban az autók iránt. Szóval a lényeg az, hogy ez ugye most már 100 éve, pont 100 éve kezdődött el az USA-ba, és megnézed, ugye nálunk nem volt fogyasztói társadalom, tehát 100 évvel ezelőtt kezdték el az USA-ban kialakítani a fogyasztói társadalmat, nálunk nem volt fogyasztói társadalom egészen 1990-ig, vagy 89-ig. De elég hamar elkezdtük a fogyasztói társadalomba a működést, a létet, tehát elég hamar utolértük a nyugatot ezen a téren, vagy csak nem utolértük a nyugatot ezen a téren, és hát ha megnézed, akkor az emberek teljes egészében úgy élnek, hogy a vágyaikat elégítik ki. Tehát nehogy már nekem azt mondja valaki, hogy a szükséglet, hogy az ember degeszre zabálja magát, és dagadjon. Nehogy valaki ezt mondja. Tehát nehogy már valaki azt mondja, hogy a szükséglet, hogy mit tudom én, megebéddel, vagy megvacsorázik, és akkor még utána eszeget. Csak úgy keftelésből. Oké? Okay? Vagy, tehát most már nem akarok erről többet beszélni, erről a dologról, de lényeg az, hogy az emberek így gondolják. Tehát most ameddig az emberek úgy gondolják, hogy a vágyaik az, amiért élnek, addig az emberekkel nem sokat tudsz kezdeni. Érted? Tehát ne keress mást. Tehát nem kell keresni az embereknél mást, hogy miért élnek az emberek. Az emberek a vágyaikért élnek, és pont. Jó? Vagy vannak nagy ritkán egyesek, mondjuk 100-ból 1, körülbelül ez az arány mondjuk a nyugati társadalomban, 100-ból 1, aki nem
már a vágyaiérél. Tehát már nem a vágyaiérél. Tehát mert lehet neki annyi esze, hogy valami nem esett céléről, mint a vágy. Mert a vágy az nem cél. A vágy az vágy. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy az emberbe kellene lenni egy olyan, hogy vajon mi a manóért vagyok én ebben a földi létben. Tehát itt kezdődik a dolog. Tehát azért, hogy zabáljak, azért, hogy hülyére igyam magam, azért, hogy minden nap más ruhába járjak, vagy minden nap más cipőt vegyek föl, vagy azért, hogy tudjak villogni a kacsalábon forgó palotámmal. Vagy azért, hogy hatalomba legyek, és uralkodjak emberek fölött. Mert ugye a hatalomba lévők ezt csinálják, hogy gyakorlatilag uralkodnak emberek fölött, nem? És nem is látsz mást a hatalomba lévők közt, csak azt, hogy uralkodnak az emberek felett. Hát nézd meg a főnököket, a munkahelyeket. Nem uralkodnak felettetek? Dehogy nem. Na szóval gondold végig. Tehát az emberbe kellene egy olyan gondolatnak, hogy ezért születtem. Tehát azért születtem, hogy uralkodjak emberek fölött, mely hatalomba akarok lenni. Vagy azért születtem, mert mit tudom, minden nap más ruhába akarok járni. Vagy azért, hogy degeszre zabáljam magam, vagy hülyére igyam magam. Hát akkor ugye kitalálnak mást az emberek még. Hát azért, hogy mit tudom én, felneveljem a gyerekem, utódlás. Aha, azért születtél, hogy felneved a gyereked? És mi van, mikor már felnevelted? Hát akkor majd nevelem az unokám, igen, és ő neki nem az lenne a dolga, hogy a gyerekednek, hogy ő nevelje a saját gyerekét? A te unokádat? Hát ha te nevelni akartad a saját gyerekedet, akkor neki nem adod meg ezt a lehetőséget, hanem majd te. Hogy? Gondolkozz. Oké? Hát akkor miért? Nem kellene ilyen elgondolkodni, hogy miért vagyok itt ebben a földi létben? Tehát ezért a sok hülyeségért? Azért, hogy mit tudom én, azt mondom, hogy nézem a virtuális embereket a Facebookon mondjuk, vagy bármilyen közösségi portálom, és akkor kitaláljam azt, hogy ó, hát én ennek a közösségnek a tagja vagyok. Hol? Hát hol vagy te tagja valaminek, akivel nem vagy személyesen kapcsolatban? Hol? A mesében? Ott. De nem a való életben. Nem? Tehát hát ott kezdődik a dolog, hogy kellene valami olyan gondolat, hogy miért vagyok én itt? Miért? Hát nyilvánvalóan nagyon egyszerű a válasz. Hát mi az, ami ebben a világban nekem nem tetszik? Nem? Hát ami nem tetszik ebben a világban, hát azért vagy itt, hogy azt jobbá tedd. Igen, egyszerű a válasz. Egy mondatban meg lehet fogalmazni a választ. Ami nem tetszik ebben a világban, neked személyesen, azért vagy itt, hogy azt jobbá tedd. Ennyi. Nem bonyolult a válasz. Világos ez? És az egyiknek ez nem tetszik, a másiknak meg az nem tetszik, a harmadiknak meg több olyan dolog van, ami nem tetszik, akkor több dologért van itt. Világos ez? De még egyszer mondom, nem azért, hogy zabálj, hülyére idd magad, érted? Villogjál, hogy te ki vagy, hogy neked mennyi lóvéd van. Nem ezért vagy itt? Világos ez? De hát a legtöbb emberben gondolod, meg van fogalmazva az a kérdés, hogy hát miért vagyok én itt? Miért kell nekem itt lennem? Miért születtem én ebbe a földi létbe? Ugye, ha csak nagyon egyszerűen beszélünk, akkor azt mondaná az ember, hát születhettem volna az előző földi létbe is, már mint tudom én 100 évvel ezelőtt is, nem? Vagy 500 évvel ezelőtt is. Vagy születhetnék, mint tudom én 500 év múlva. Ugye sokan gondolják is így ezt a dolgot. Hát akkor miért pont ebbe a földi létbe?
És akkor még nem bonyolítottuk túl a dolgokat. Tehát akkor biztos azért, hogy szabáljunk, hülyére ígyük magunkat, és villogjunk, meg hatalommal kordába tartsuk az embereket. Mi az, aki ránk vonatkozik? Hát biztos, hogy nem ezért. Hát én arra azt tudom mondani, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ezért született, azt féleszűnek nevezném. De legrosszabb esetben is úgy azt mondanám, hogy egy csepp esze sincs. Persze most lehet, hogy nem vagyok szimpatikus sok embernek, mert ezt talált. Oké? De abban nem vagyok szimpatikus, amit talál. Ami nem talál, abban szimpatikus vagyok, csak abban nem, ami talál. Na most gondolj bele, mi az értelmesebb élet? Az az értelmes élet, hogy hülyére együk magunkat, villogjunk itt a ruhával, meg hogy hol voltunk, meg itt nyaraltam, ott nyaraltam, amott nyaraltam, vagy nem vagyok elégedett az életemben ezzel, meg ezzel, azzal, érted? A világgal, nem magammal, a világgal, és akkor elkezdek tenni érte, hogy jobb legyen. És melyik az értelmesebb? Hát nyilván nem. Hát valaki azt mondja, hogy az az értelmes, hogy ne soroljam még egyszer ezeket a dolgokat, már mondtam először, vagy elégszer. Hát akkor annak egy csepp esze sincs, nem vagy féleszű. Erre azt tudom mondani megint. Nem? Tehát az, ami nem szimpatikus ebben a világban, azt jobbá tenni, nem? Hát ha ugye mit mondtatok? Mi nem szimpatikus ebben a világban? Mi nem tetszik? Mit mondtatok? Hát halljam. Etikátlanság? Hát akkor tegyük etikussá, nem? Mondjatok még. Irítség, akkor érjük el azt, hogy az emberek ne legyenek irigyek egymásra, nem? Mi volt? Mit mondtatok? Tessék? Szeretet hiány, akkor érjük el, hogy az emberek szeressék egymást, nem? Mit mondtatok még? Mi volt? Elnyomás, akkor érjük el, hogy ne legyen elnyomás a bolygón, nem? Mit mondtatok még? Ne legyen közömbösség, akkor érjük el, hogy ne legyen közömbösség az embereknél. Érted? Mert most közömbösség van. Mit mondtatok még? És akkor ezeket gondold végig, mivel lehet elérni? Na, mivel lehet elérni? Hát tudás az egy dolog. Összefogással. Ezt ne hagyjuk ki. Nem? Összefogás nélkül ez nem megy. Tehát összefogás, tudásszerzés, nem? Tudást kell szerezni, és az embereknek szeretettel átadni, nem? Nem magadért, értük. Világos? Tehát amikor az emberiségről beszélünk, vagy az emberek közösségéről beszélünk, most az lehet egy nemzet, vagy bármilyen közösség, abban benne vagy te is. Ha nekik jó, annak mondjuk annak a közösségnek jó, tehát mit tudom én, annak az emberi fajnak jó, mondjuk az emberi fajon belül a különböző rasztoknak, fajoknak, tehát a fehérbőrű, feketebőrű, barnabőrű, sárgabőrű, stb., mert az egy külön ugye rasztok. Tehát lényeg az, hogy ha így külön vesszük őket, és ha abban van benne az ember, mit tudom én, valaki barna bőrű, és a barna bőrűek közössége a világon, akkor onnantól kezdve ez rá is vonatkozik. Nem csak a többire. Világos? Tehát ugyanúgy most mi fehér bőrűek vagyunk, itt a tanulók többsége. Ami az túlnyomó többsége egyelőre fehér bőrűek. Az azt jelenti, hogy ha azt akarja az ember, hogy a fehér bőrűek, akkor oda tartozik. De hát ugye nem csak ennyit akarunk, hanem az egész emberiséget. Tehát az emberiség az nem csak a fehér bőrűekből tart, vagy áll, hanem az egészből. Világos? Tehát azért teszünk, amiért nem vagyunk, tehát amiben nem vagyunk elégedettek.
Világos ez? És én ezt tudom, hogy meg tudjuk csinálni. Tudom, hogy meg tudjuk csinálni. Mert azért tudom, hogy meg tudjuk csinálni, mert minden lehetőségünk megvan ehhez, hogy ezt meg tudjuk csinálni. De nyilván ez hosszas építkezés. Tehát ez nem egy egyéves projekt. Ez egy hosszadalmas dolog. És akkor ennek megvannak a lépései. Na nézzük meg, hogy mik a lépések. Ez. Megnézed, a legtöbb ember ezen a két lelki szinten tartózkodik. Biztonság, túlélés. Tehát az egyes a túlélés, az a legalacsonyabb lelki szint. A második pedig a biztonság, az egy egyel magasabb lelki szint. Tehát a túlélés az azt jelenti, hogy a közvetlen túlélésért tesz mindent az illető. Ha ezen túl van, ha már a túlélés túléléséről gondoskodott, akkor jön az, hogy biztonságban lenni. És akkor az emberek azért dolgoznak, hogy biztonságban legyenek. Hát ezért sok ember azt gondolja, hogy neki az a biztonság, hogy mit tudom én, hogyha most ezt a ruhát akarom fölvenni, akkor ezt veszem föl. Ha azt, akkor azt. Ha azt, akkor azt. És akkor van 20 ruhája, vagy 50 ruhája, és akkor ami, az a biztonság. De ugyanez vonatkozhat a cipőre, vagy bármi. Vagy az a biztonság, hogy mit tudom én, nem 50 négyzetméterben lakik, hanem 500-ba. Ez ide tartozik. Ez nem túlélés szint már, ez a biztonság szintje. És akkor, ha még nem érzi magát biztonságban, akkor körülkeríti a házát, bekamerázza, hív testőröket is, és akkor úgy érzi magát biztonságban, azok is megvannak. Világos ez? És akkor a legtöbb ember, ha körülnézel a környezetedben, ezen a két szinten mozog, hát úgy durván az emberek 95%-a. És akkor innen kellene az embereket ide fölhozni. Hát nem egyszerű dolog, nem egyszerű. De nem lehet fölugrani a négyesre, ha hármas nincs meg. Tehát a négyes az elismerés lelki szintje, oda nem ugorhat föl az ember, hogyha nincs meg a harmadik, a valahova tartozás szintje. Tehát ott kezdődik, hogy innen kimozdítsuk valakit a biztonság szintjéről, hogy valahova tartozás szintjére fel kell jönnie, fel kell hozni az illetőt. Hát ezért van egy közösségünk. Tehát egy olyan közösségünk, ahol személyesen találkozunk emberekkel. És én nagyon szeretek személyesen találkozni emberekkel. Én a mobilomat nem alkítottam le, bár nem az enyém zúg, úgy hallom. De az enyém zúg. Oké. Okay. Jó. Lealkítottam? Akkor lealkítottam, jó. Akkor rosszul emlékeztem. Az enyém zúgott. Na szóval a lényeg az, hogy valahol messzebb kéne rakni, hogy ne zavarjon. Tehát fölhozni az embereket a valahova tartozás szintjére. Na most, ez úgy működik, azt értsétek meg, hogyha az ember feljebb jön egy szinten, és ott teszi a dolgát, és azt érzi, hogy ő már azon a szinten van, akkor az alatta lévő szintek már nem gond. Az nem probléma. Tehát most a legtöbb ember ezért a két szintért dolgozik. Tehát nap mint nap azért dolgozik, hogy túléljen, vagy annál magasabb, hogy biztonságban legyen. Tehát, hogy neki a biztonságérzete meglegyen. Ezért nézd meg magadat. Ha tele van a pénztárcád, akkor biztonságban érzed magadat. Nézd meg. Ha nincs tele a pénztárcád, érted, akkor nem érzed magad biztonságban. Tehát, hogyha neked vannak ilyen gondjaid, hogy az a jó, ha van elég pénz otthon havi szinten, akkor tudd, hogy te a biztonság szintjén vagy. Érted?
De ezen túl kellene lépni. Fölül kellene emelkedni. Tehát ez úgy működik, hogy ha az ember tartozik valahova, akkor bizonyosul be, hogy tartozik valahova, hogyha a közösségért tesz. Világos ez? Tehát az nem valahova tartozás, hogy én benne vagyok egy közösségbe, de a közösségért ennyit nem teszek. Tehát az a valahova tartozás, hogyha teszek a közösségért. Világos? Na most, ez mindenütt úgy van kitalálva, hogy ha te teszel a közösségért, és most közösségről beszélek, nem másról, tehát tényleges közösségről, tehát minden tényleges közösségben ez úgy van kitalálva, hogyha te teszel a közösségért, ezért a közösség cserében viszonoz. Világos ez? Tehát mondok egy példát. Nagyon egyszerű, de rossz példa, de mégis nagyon egyszerű. Elmész egy munkahelyre dolgozni, ott teszel azért, hogy a főnök gazdagodjon, vagy a tulajdonos gazdagodjon, ezért kapsz fizetést. Tehát ez nagyon egyszerű, de rossz példa. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy mindenütt úgy van kitalálva, hogyha egy közösségért teszel, akkor a közösség viszonoz. És ha a közösségért teszel, és úgy van kitalálva, hogy a közösség viszonoz, tehát ha nem így van kitalálva, az nem közösség. Tehát hogyha te tőle csak azt várják, hogy adj, 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 és a közösség nem viszonos, nem ad neked vissza cserét, akkor az nem közösség. Világos ez? Az csak ki van, rá van fogva, hogy egy közösség. Tehát közösségről akkor beszélhetünk, hogyha ott adok-kapok van. Világos ez? Tehát, ha egy közösségnek adsz, az cserét ad vissza. Nálunk ezt nézzük meg, a PPH közösségében ez hogy van kitalálva? Ez úgy van kitalálva, hogy te azzal tehetsz a közösségünkért, hogy hozol tanulókat. Tehát hozol olyan embereket, mint te magad vagy. Világos ez? Hogy ezt hogy kell csinálni, ez nagyon egyszerű, minden le van írva, meg el van magyarázva, meg van tanítva. De nem is, erről most nem is szeretnék beszélni. És ha hozol tanulókat, a csere az pénz. Oké? Tehát csereként pénzhez jutsz. Tehát aki ezt jól csinálja, előbb-utóbb nem kell neki a túléléséről vagy a biztonságáról gondoskodni, mert a közösségi cserében ez megoldódik. Világos ez? És ez minden közösségben így kellene, hogy legyen. Mert az nem így van, az nem közösség. És akkor van az ember már ezen a szinten, hogyha ez így működik. Világos ez? Tehát akkor van valahova tartozás szinten, hogy olyan mértékben járul hozzá a közösség túléléséhez, tehát a közösség munkájához, eredményeihez, hogy abból, amit ezért cserébe kap, azból rendezve van az egyes-kettes. Világos? És onnantól kezdve neki soha többet nem kell a túléléséről vagy a biztonságáról gondoskodni, mert ez megoldódott. Érthető ez? És akkor van meg a harmadik lelki szint. Na nézzük meg, hogy éri el az ember a negyedik lelki szintet. Ahhoz már teljesíteni kell a harmadik lelki szintet. Oké? Tehát ha nincs meg a harmadik, akkor nem tud az ember fölkerülni a negyedikbe. Tehát megcsinálom a harmadikat, utána kerülök fel a negyedikbe. Utána kitűzöm célul a negyediket,
És akkor fölkerülök a negyedikbe. Elismerés lelki szint az azt jelenti, nagyon röviden fogalmazva, hogy elismersz embereket, és elismernek téged. Világos ez? Az nem elismerés lelki szint, mikor fogja egy zenész mondjuk, vagy egy énekes, akinek nagyon jó hangja van, az fogja, és kiáll a mások által megszervezett tömeg elé, mert nem is ő szervezi, mások által megszervezett tömeg elé kiáll, elénekli a dalát, vagy leadja a dalát, érted, mert ő a zeneszerző, és akkor ott üdvrivalgással éjenzik az előadót a közönség. Az nem elismerés szint. Miért? Mert ő mennyi elismerést adott az embereknek? Hol volt a csere? Tehát az elismerés lelki szint azt jelenti, hogy elismerést adok, és elismerést kapok cserébe. Ott nincs adok, ott csak kapok van. Ő nem ad semmi elismerést másoknak. Régen tudod, kiket ünnepeltek így? Hogy hívják, a cirkuszi embereket, tudod? Tehát gyakorlatilag csináltak egy cirkuszt emberek, és akkor a közönség megtapsolt a cirkuszi mutatvány. Na, a mutatványosokat eszembe jutott. Tehát gyakorlatilag egy zenész az, tudod mi? Mutatványos. Semmi más. Tehát ma egy zenész, azt mutatványosnak lehet mondani. Világos? Nem más. Tehát az a zenész nincs az elismerés szintjén, mert ő nem ad. Neki nincs saját csapata. Egy szedett-vedett csapat van, amit összeszedtek a menedzserek, meg a szervezők, meg a mit tudom én ki, érted, hogy megtöltsék az arénát akár. Világos ez? Tehát szedett-vedett, ott aztán mindenféle ember van, az azt jelenti, ha szedett-vedett. Tehát nem azonos gondolkodású. Nem, nem. Hát közösségnek az a lényege, hogy sok mindenben azonosan gondolkodunk. Így kezdődik a dolog. Oké? Nem mindenben, de sok mindenben. Tehát vannak kifejezetten olyan közösségek, amik kifejezetten egy dologra gondolnak, hogy abban azonos a gondolkodás, és úgy működnek. Tehát, hogyha az ember el akarja érni az elismerés lelki szintjét, akkor ki kellene találni azt, hogy hogy ismerjen el embereket. Akik majd cserében elismerik őt. Világos ez? És akkor így megvan az adok-kapok. Na most, hogy az elismerés, az szóban történik, vagy színpadon, vagy pénzben, az most részletkérdés. Tehát egy ember, amikor itt van a valahová tartozás szintjén, onnan úgy tud tovább lépni, hogyha létrehoz egy olyan közösséget, akit elismer. Hát mondom, nehogy azt hidd, hogy mikor megünnepelnek mondjuk egy színészt a szerepléséért, és mondjuk Oscar-díjat kap érte, és ott a tömeg őrjöng és ünneplik, akkor ő bármilyen elismerést adott a tömegnek. Semmit. Na most ezt nem tudták volna megcsinálni mondjuk 150 évvel ezelőtt. Mert nem úgy működött a világ, érted? Tehát most azért tudják megcsinálni, mert az emberek manipulálva vannak, és gyakorlatilag az összes olyan előadó, mint zenész, vagy hegedű, vagy zenekarba játszik, vagy énekel, vagy akár színész, ezt tudod mi? A régi értelemben vett mutatványos. Semmi más. Mutatványos, ami azt jelenti, hogy előadta a mutatványát, és ezért pénzt fizetnek az emberek neki. Erről szól.
semmi másról. Csak hogy ezt tisztába rakjuk, jó? Mert ez eddig nem volt tisztába rakva. Tehát az összes olyan színész, énekes, ami a világban van, az semmi más, egyszerű mutatványos. És tudod, hol van? Ezen a szinten. Még a hármason sincs. Neki saját csapata nincsen. Oké? Még a hármas szinten sincs, kettes szinten. És mint régen a cirkuszi mutatványosok, vagy úgy tudod, ezek a vándorszínészek. Elmentek falvakba, előadták a mutatványukat, és akkor fizettek érte az emberek. Hát itt erről szól a dolog. Csak mivel média, a médiának bejött a hatása, ezért most már sokkal nagyobb tömegek előtt csinálják az emberek. Hát még a szocializmusban emlékszünk arra, hogy a színészek meg az énekesek jártak faluról falura, a kultúrházakban előadásokat tartottak. Hát az mi? Egyszerű mutatványos. Oké? Ha nem lenne tévé, akkor az a ünnepelt színészek nem lennének ünnepelt színészek. Világos? Ha nem lenne film, akkor azok nem lennének ünnepelt színészek. Tehát ők egyszerű mutatványosok. Ha ez valakinek nem tetszik, hát ez az ő baj, akkor az úgy látszik, hogy talált. Világos ez? Tehát az ember hogy érheti el, hogy legyen saját csapata? Hát ha van egy olyan közösség, ahol el lehet azt érni, hogy legyen az embernek saját csapata, mint például a PPH-nál, ugye? Hogy nem csak tanulókat lehet szervezni, hanem a tanulókból létre lehet hozni egy szervezői közösséget. Tehát más az, aki csak tanul, és más az, aki szervez is. Tényleg más. Tényleg, teljesen más emberekről beszélünk. Másként is működő emberekről beszélünk, tényleg. Az, akik szerveznek, azt veszem észre, hogy jobban működő egyének, mint akik csak tanulnak. Megint, hogyha ezt talált, tehát bántó ez a mondat, akkor talált. De én ezt tapasztalom. Minél jobban szervez valaki, minél nagyobb a szervezői eredménye, minél nagyobb csapata van, annál jobb emberről beszélünk. Tényleg. Hát nézd meg, mert már ő fönn van a negyedik lelki szinten. Nem ott van, ahol aki még csak tanuló. A tanuló csak itt van, azért tanul, hogy ő biztonságban legyen, basszus kulcs. És azért nem szervez, mert neki csak annyi a célja vagy vágya, hogy biztonságba kerüljön, mert rájött arra, hogy ahhoz kellene tudás. De az ez a szint, a kettes. Világos ez? Tehát, ugye megbeszéltük az imént. Az van a valóva tartozás szintjén, aki már innen biztosítja a jövedelmét. Érted? Ha nem is teljes egészében a jövedelmét, de a jövedelmének egy része már innen van. Vagy akár nagy része. Az elismerés szintjén, tehát az ember létrehoz egy saját csapatot, és az ott lévő eredményes embereket elismeri. Ilyen egyszerű. Ő saját maga. Világos ez? És nem az pénzért dolgozik, nem az a lényeg, nem a túlélése fontos, nem az anyagiak fontosak, nem tudod, mi a fontos? Az, hogy ő elismerhesse az embereket. Számára az a fontos. De értsétek meg, hogy az anyagi szint nem gond, mert ezen a szinten már meg van termelve a pénz. Érted? És biztosítva van a túlélés, a biztonság, sőt, hát nem működik a dolog, ha nem lenne, nem haladta volna meg a valahova tartozást, nem érte volna el. Világos ez? És akkor hogy lép az ember tovább?
Megvan a saját csapat, megvan az, hogy adok, kapom az elismerést. Oké? Utána jön a következő cél, önmegvalósítás. Tudod, mit jelent az önmegvalósítás? Amikor az emberek rád figyelnek. Érted? Tehát a saját csapatod az, amelyik saját elismerés kapok-adok van, amikor képzed őket, tanítod őket. Érted? Mikor a figyelmük rajtad van. Mikor kiadhatod magadból a tudást. Világos ez? És ezt rendszeresen csinálod, rendszeresen kiadod magadból a tudást az embereknek. Na ez a vala, ez az önmegvalósítás. Hát hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor nyilván megint nem kell ilyen túlélés meg biztonság szintjével foglalkozni, vagy valahova tartozás vagy elismerés, mert ezen mind túl vagy, érted? Tehát ezt soha életben ösztönösen nem fogja megcsinálni senki. Ezt csak tudatosan lehet megcsinálni. És akkor így működik a lelki fejlődés. És onnan jön majd a küldetés szintje. Amikor már nagyobb a cél, mint a saját csapatod. Érted? És már nem csak a saját csapatodnak akarsz átadni tudást, hanem bárkinek, akivel találkozol. Azért, hogy az emberek tudás szintjét emelt. Érted? Amikor már arról szól a dolog, hogy mondjuk emberiség. Az emberiség javát szolgálni. Érted? De ha most azt gondolnád azon a szinten, ami most vagy, hogy az emberiség javát akarod szolgálni, nem tudnád megcsinálni. Tudod miért? Mert éhen halnál. Érted? Szó szerint éhen halnál. Tehát úgy lehet megcsinálni, hogy az emberiség javát szolgálja az ember, hogy a jövedelem dolgokkal, meg a biztonsági tényezőkkel ennyit se kell foglalkoznod. Mert ez automatikus. Érted? Tehát például mondjuk a gazdag emberek ezt meg tudnák csinálni. Csak nem csinálják. Mert nekik ugye nem kell ebben foglalkozni. Csak mégis ezzel foglalkoznak. Mert már mit tudom én, mondjuk van egy nagy gyára, a gyárából annyi bevétel van, mert mondjuk van 50 ezer alkalmazottja, annyi bevétele van, hogy ő nyugodtan foglalkozhatna azzal, hogy a világot jobbá tenni. Mert a küldetés szintje ez ezt jelenti. Jobbá tesszük a világot. De úgy nem tudsz jobbá tenni, nem tudod jobbá tenni a világot, hogy azon kell görcsölnöd, hogy megkeresd a túlélésedhez szükséges pénzeszközöket. Vagy megteremtsd a biztonságodhoz szükséges pénzeszközöket. Érted? Úgy nem tudsz a világot, nem tudod a világot jobbá tenni. Tehát most ez így van kitalálva, hogy ne tehesd meg azt, hogy a világot jobbá tedd, mert egyszerűen a létedért kell küzdened. Érted? De hogyha végignézed még egyszer azt, amit én elmondtam, tehát akár visszaidézed magadba, vagy majd megnézed ezt a videót újból, akkor rájössz arra, hogyha szépen végigcsinálod a harmadik, negyedik, ötödik lelki szintet, akkor már képes leszel arra, hogy a világ jobbításával foglalkozz. Mert nem kell foglalkoznod a túléléseddel meg a biztonságoddal. De ha a napi szinten a gondolataid, a túlélésed meg a biztonságod körül forog, akkor hogy tudod a világot jobbá tenni? Sehogy, nem? Tehát szó szerint sehogy. Hát én ránéztem az órára, és eltelt az időnk.
Nem tudom, mennyivel kezdtünk később, remélem nem sokkal. Hát akkor is lejárt az időm. Na szóval, ha bármi kérdésed felmerült az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor fordulj a vezetődhöz, vagy igazgatódhoz, jó? Vagy a, aki szervezett téged. Ha nem tudod, hogy ki a vezetőd, vagy ki az igazgatód, akkor semmi gond, mert az irodánk elérhetőségen keresztül hozzájutsz ehhez az információhoz. 20 perc szünet után probléma megoldó coachképzésünk folytatódik. Várunk mindenkit szeretettel. Hamarosan itt a ünnepek, és így, ugye az ember azt gondolná, hogy most itt az ünnepek előtt elkezdeni valamit, ez a probléma megoldó coach képzésünk az éppen szerdán kezdődött. És tart 2 hónapon keresztül. Tehát most érdemes elkezdeni, hiszen egy olyan összegér lehet végigcsinálni a képzéseinket, ami most nevetséges a képzések tekintetében, ha körülnézel, milyen képzésárak vannak a világban, akár itt csak Magyarországon. Tehát lényeg az, hogy egy nagyon emberbarát és érték arányos, vagy inkább nem arányos, mert inkább úgy mondanám, hogy nagyon kedvező értékű képzést tudsz igénybe venni, és árgaranciát is tudunk neked adni most itt a karácsony előtt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmedet, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Mindenkinek további jó tanulást kívánok, hiszen még egészen 8 óráig leszünk. Utána meg, ha valakinek van kérdés, akkor ez megoldható. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkocsnak az előadást. Kedves Jacin, mutatkozzunk meg egy kicsit, honnan jöttünk. Itt Kondorfán lakunk. Családi helyzeted? Nős vagyok. 6 gyermekünk van, 2 unokánk. Mi a civil foglalkozásod? A civil foglalkozásom az pénzügyi előadó, de kereskedelemben dolgoztam, és most is ott dolgozunk, családi vállalkozásban, és mellette PPH szervezéssel foglalkozunk. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Még 2017. novemberében láttam a Miklósnak egy előadását az interneten, és annak az volt a címe, hogy magyarok szerepe az aranykorban, vagy az magyarok küldetése az aranykorban, valami ilyesmi címe volt, és az nagyon magával ragadt, utána megnéztem több előadást, és így úgy döntöttem, hogy beiratkozunk az iskolába. Eddig mit adtak neked a Nyílt Akadémia képzései? Hát először is átértékeltem az életemet, hogy tehát amit eddig éltem, az, tehát szerintem ez a mai előadás ez nagyon, nagyon jól tükrözte a gondolkodásmódot, hogy tehát először csak tényleg a túlélés meg a biztonság szintjén éltünk, vagy úgy mozogtunk, úgy neveltük a családunkat, és tehát most már látom, hogy hát ennél sokkal nagyobb célok vannak, vagy feladatok, amiket meg kell oldani azért, hogy az emberiségnek változzon a helyzete, vagy másként gondolkodjon, és megoldjuk ezeket a problémákat, amik vannak. Mit tanácsolsz másoknak? Hát szerintem, aki változtatni szeretne az életén, kezdjen el tanulni, és tegyen azért, hogy ne csak a biztonság szintén élhessen, hanem tegyen egy közösségért, vagy igen, a közösségért, és tehát ennek következtében, tehát hogyha van egy csoport, akkor tényleg fejlődik, nagyon sokat fejlődik lelkileg, mert egy csoport annyi helyzetet, feladatot
bizonyos szituációkat ad, amiből tehát rengeteget lehet tanulni. Megkérlek, Anasztázia, hogy te is mutatkozzál be. Én eredetileg mérlegképes könyvelő voltam, majd természetgyógyászatot tanultam. Jelenleg én is a családi vállalkozásunkban dolgozom, illetve PPH szervezéssel foglalkozom, és emellett a két gyermekünket tanítom otthon. Miért kezdtél a Nyílt Akadémiánál tanulni? Hát korábban mi több tanfolyamot együtt végeztünk, és tehát ezáltal együtt is fejlődtünk, és ez nagyon jó volt így, és nem volt számomra ez kérdés, hogyha Jácint úgy gondolja, hogy most itt a helyünk, itt kell tanulnunk, akkor nekem is itt a helyem, mert ezt is együtt kell csinálnunk, mert így működik jól, úgy gondolom, egy párkapcsolat, egy család, hogyha egy irányba megyünk. Eddig mit adtak neked a Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései? Hát egy új és egyre tudatosabb életet, egy csodálatos közösséget, jó embereket, változásokat az életünkben, a családi életünkben. Amióta itt tanulunk, azóta könnyebben, a terveinket könnyebben tudjuk megvalósítani, és egy újfajta életmódot. És mit tanácsolsz másoknak? Hát azt, hogy minél előbb induljanak el a lelki fejlődés útján, tanuljanak, mert nagyon fontos az, hogy jó mintát mutassunk. Ha a családunkat nézzük, akkor a gyermekeinknek, úgy gondolom nekünk szülőknek ez kötelességünk is, hogy jó példát mutassunk, de onnantól kezdve, hogy szeretnénk ugye a valahová tartozás szintjén élni, akkor ez a közösségre is vonatkozik, hogy ne csak a családunknak mutassunk mintát, hanem a többi embernek is a közösségben, a közösségünkben levő ember. Illetve hát úgy lesz közösségünk, hogyha példát mutatunk, és egyre több ember gyűlik körénk, vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmazom ezt, de nagyon jó érzés, mert az utóbbi időben nagyon-nagyon sok jó emberrel találkozunk, és ugye többen itt vagytok most velünk, és ez is nagyon jó érzés, és így fog növekedni a közösség általunk és általatok. A szünetben probléma megoldó coach képzés következik, mert szeretettel várunk mindenkit, és most pedig 20 perc szünet következik.